Január 10. -e. Megnyílt szemek. Hogy megnyis szemeiket, hogy bűneik bocsánatát vegyék és osztályrészt azok között, akik megszenteltettek a bennem való hitáltal. Cselekedetek könyve 26. fejezet 18. vers. Az egész új szövetségben ez a vers foglalja össze a legnagyszerűbben Jézus Krisztus tanítványának missziói munkáját. A kegyelem első fejedelmi művét ezek a szavak foglalják össze, hogy bűneik bocsánatát vegyék. Amikor valakinek nincsenek személyes megtapasztalásai, ez majdnem mindig azért van, mert még sohasem kapott semmit. Hogy valaki megszabadult-e, annak egyetlen jele az, hogy kapott valamit Jézus Krisztustól. Nekünk, Isten szolgáinak az a dolgunk, hogy felnyissuk az emberek szemét, hat forduljanak a sötétség helyett a világosság felé. De ez még nem szabadítás, csak megtérés, a felébredt ember fárasztó keresése. Talán nem elhamarkodott állítás azt mondanom, hogy a névleges keresztjének nagy többsége ide tartozik. Szemeik megnyíltak már, de még nem kaptak semmit. A megtérés még nem újjászületés, mai ige hirdetőink elhanyagolják ezt a tényt. Aki újjászületett, az tudja, hogy ez nem a saját elhatározásából történt, hanem azért, mert kapott valamit ajándékképpen a mindenható Istentől. Az emberek ígéreteket tesznek, fogadalmakat írnak alá, elhatározzák, hogy kitartanak a végsőkig, de mindez még nem a megváltott állapot. A megváltás azt jelenti, hogy eljutottunk odáig, hogy kaphatunk valamit Istentől Jézus Krisztus tejhatalma által, mégpedig bűneink bocsánatát. Ezután következik a kegyelem második hatalmas műve, hogy a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek. A megszentelődésben az újjáteremtett lélek önként átadja a magához való jogát Jézus Krisztusnak, és teljesen azonosítja magát Isten törődésével mások iránt.